Pedagógusok, városvezetők és az oktatáspolitika szakemberei találkoztak a Kisvárdai Köznevelési Konferencián a Várda Sporthotelben csütörtökön. Az ehhez hasonló rendezvények célja, hogy párbeszéd alakuljon ki a pedagógusok és a döntéshozók között. Új szakmai kapcsolatokkal gazdagabban, építő információkkal és önmagukat megerősítő motivációkkal távozhattak a konferenciáról. Érzékenyítési céllal szerveztük meg ezt a konferenciát. Ez a köznevelési konferencia a pedagógusoktól szól, a hivattal és a pedagógusok találkozásának a színhelye, ahol arcot kapnak azok az emberek, akik eddig csak a hivatalnak a színeiben láthatóak voltak, és a pedagógusok találkozhatnak velük és feltehetik azokat a kérdéseket, amelyek a mindennapjaikat meghatározzák, motiválják őket egymást egy új közös célért. A Kisvárdai konferencia azt is jelzi, hogy az államigazgatásban működő hivatalos szervek nyitottak a pedagógusok kérdéseire, és megpróbálnak válaszolni azokra. A Nemzeti Pedagógus Karnak konkrét megoldási javaslatai is vannak azokra a problémákra, amelyek megjelennek a köznevelésben dolgozók mindennapjaiban. Ezek a felvetések Horváth Péter elnök szerint hatékonyabbá tehetik a közoktatást. A javaslatokra azért is van szükség, mert 2011-től komoly változások történtek a köznevelésben, mind a fenntartó és működtetőváltás tekintetében, mind az életpályamodell beindítása és a tanfelügyelet, valamint a minősítés rendszerének tekintetében, tette hozzá az elnök. Elsősorban az lenne a cél, hogy biztosított legyen a megfelelő számú és megfelelő minőségű pedagógus szakember. Ezért van szükség egy fiatalok számára is vonzó pedagógus életpályamodellre. Az egyik leggyakoribb problémát azonban még mindig a bérezés jelenti. Általában azt látjuk, hogy a problémákat értik, megértik és próbálják is kezelni, de ott a falak általában ott zárulnak be, amikor ez a pénzügyhöz kerül ez a dolog. Úgy veszem észre, hogy a szakmai irányító testületek továbbítják ezeket a lehetőségeket, próbálják megfogalmazni jogalkotók számára, hogy mit szeretnének. A törvénykezés viszont nem mindig tudja befogadni ezeket, a költségvetésre hivatkozva nagyon sok esetben nem látjuk azokat a lépéseket vissza, amik szerintünk fontosak lennének. Horváth Péter szerint az illetmény alapot valamilyen társadalmi sztenderdhez kellene kötni, például a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz. Ezek alapján a fiatalok pozícionálni tudnák, hogyha a pedagógus pályát választják, milyen fizetésekre számíthatnak.